Madárfütyö, szép jó reggelt kívánok! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő bemutató videója ismét. Mivel fogunk ma játszani Skull barátommal, nem mással, mint a The Eight-tel Ez a Vad 8-as nézzük meg, nagyjából. Hát nagyon Isten igazából nem feltétlen játszottunk vele sokat, illetve nagyon keveset skud egyáltalán. Én kb. 10 percet megnéztem, mi a helyzet. Ez egy, ha jól látom, még a sem próbáltuk ki Isten igazából. Ekkora kemények vagyunk. Tehát, hogyha jól látom, akkor egy online együttműködő móddal rendelkező, Ö, játék, ahol aminek a története szerint. Itt jön a repülő valami precs, történik, és a repülő pedig elképesztő sebességgel belecsapódik az északi vadonba. Hát két túlélő lesz. Ugye? Most jelen pillanatban lesz Kud meg én. Ö, nem tudom melyikünk lesz a lány. De túl kell élni a vadonba, állatok üldöznek minket, hideg van, kaját kell szerezni, kraftolni kell, menedéket kell találni, ilyen dolgokat fogunk gyakorlatilag a mai streamen megcsinálni, és megpróbálunk túlélni. Hát valószínűleg, és van itt valami vérfarkas is, meg elképesztő szörnyek, te atya úristen! Itt a Yeti. Nagyon durva. Nagyon durva a helyzet. Tehát ezzel a játékkal fogunk játszani. És, és meglátjuk. Meglátjuk, hogy hogy, hogy hogy mi lesz a buli. Egyelőre tehát a játéknak egyébként a Uh, értékelése többnyire pozitív, gyakorlatilag 5400 értékelés többnyire pozitív, 24,99 euróba kerül, nemrég volt Humble Bundle, onnan van nekem is meg, és úgy látom, hogy itt egy csomó, csomó, csomó pozitív, na itt egy normális értékelés, hangulatos, logikailag jól felépített kis felülnézetes survival játék, a karakterek egyéni passzív tulajdonsága révén jól lehet taktikázni, még a játék kezdete előtt. A túlélés nehézségi fokozattól függően könnyűek és közepesnek nehéznek mondható. Sokszor forgatni kell a kamerát, ami nem lenne zavaró, ha folyamatosan szükség lenne erre az opcióra, azonban a játék során 5-6-szor kell csak ezt megtenni, de akkor kis és szokatlan, vagy elfelejtődik, és emiatt lehet valaki elakad. A képek és színek valóban hangulathoz illőek, bár nekem sok sötétség, folyamatos világítós hó, zavaró egy fél órán belül, a 30 perc alatt legalább háromszor volt éjjel-nappal változás. Jó, Na, szóval ez a helyzet, ezzel fogunk játszani. Uh, nem. Miért néz meg a hype? Jó, ezt majd megnézzük később. Tehát nem. Uh, early SSS, ez már kijött Egy 2019. október 3-án. Tehát lehet mondani, hogy lehet mondani, hogy ez egy idősebb játék. Szóval ez lesz ma este 7 órakor a Twitchen. Gyertek! Nézzük együtt, bulik, bulikázzunk egyet, és meglátjuk. Még az is lehet, hogy megölöm Skudot, ha lehet. Na, 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 jó éjszakát, sziasztok!